Nekem. Hello! You can see the water again. Ja, szia, bocsánat. Hogyan lehet a ez még ennél nyelvekkel is kapcsolatban. Tehát ismét csodálatos háttér és előtér. Tadám! Rengeteg gyerekkel. Játszótér. Vízilovak helyett csak kacsák, vízikacsák, és száraz kacsák, és nedves kacsák, és kacsak, kicsi köcsök kocsak, kacsák. Tehát, mi az, hogy a vízilovakkal vagyok? Én a vízilovakkal vagyok. Kit menthetünk meg ma? Kinek lehetek az istene ma? És mindaz, amit ezt felhoz mindenhol, ahol eldöntöttük, hogy megmentünk másokat, hogy nagyobbak vagyunk, vagy többek vagyunk másoknál, és megmentésre szorulnak. Most elengedjük, eltörjük, elpusztítjuk, semmis és nem teremtetté tesszük. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys and beyond. Tehát hallottunk már néhányszor erről, hogy a mi királyságunk, és hogy mi ez a mi királyságunk, hogy jön ez a téma ma ide. Ide hoztuk és kész. Tehát mi az, hogy a mi királyságunk, és mit értünk ez alatt? Tehát kik azok, akikre gondolunk itt? És akkor van, akinek az jön fel, hogy hát szuper, fogjunk össze együtt, és teremtsünk valami nagyot, mert egyedül kevés vagyok ehhez. Tehát majd, hogyha mindenki feláll, akkor majd én is felállok, és nekem is feláll, és akkor majd úgy együtt. És mi van akkor, hogyha ezt nem kell várnod másokra? Mi van, hogyha soha nem kell másokra várnod? Mi van, hogyha ezt te is egyedül meg tudod tenni? Mi van, hogyha ez nem arról szól, hogy téged kevesebbé tegyen, hogy másokra kell várnod, hanem pont az ellenkezője. Arról szól, hogy te vagy az, akinek fel kell állnia, és meg kell tenni azokat a lépéseket, melyeket neked kell megtenned egy nagyobb, egy nagyszerűbb jövőhöz. Ahhoz a jövőhöz, aminek a tudatában vagy, amiről tudod, hogy lehetséges, amire vágysz, hogy megteremtsed. Amire vágysz, hogy itt a Földön legyen. És mindenhol, ahol elhitted, hogy ez nem lehetséges, hogy ez egyedül nem megy, és hogy itt másokra is szükség van. Mi van, ha te vagy a meghívás pont ezért, ezzel, hogy elkezdesz csinálni valamit? Mi van, hogyha mindenki a másikra vár? De mi... Most tartunk itt, nagyon szép. mi van, hogyha mindenki elkezdené csinálni, és egy hatalmas meghívás lenne ez mindenki számára? Mi az, amit hozzá tudsz adni, ami egy meghívás a többieknek, mindenkinek? Mi van akkor, hogyha te egy katalizátor vagy? És mindez, amit ez felhoz, ezt is most elengedjük, eltöröljük, elpusztítjuk, semmis és nem teremtetté tesszük, Isten tudja hányszorosan. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys and beyonds. Tehát itt nem állunk meg, mert egy kicsivel többről is szól a mi királyságunk, vagy angolul a Kingdom of We. Ugye ott van ez a két sztori, az én királyságom, vagy a mi királyságunk. És akkor itt össze lehetne mosni, hogy hát ez majdnem ugyanaz, király, király, te tetted ezt. És ott van benne az, hogy oké, tehát mi az az én királyságom? Azok az emberek, akik ez a magamnak teperek, könyöklök, taposok. Minden áron megszerzem, amit akarok, és nem érdekel, hogy kibe kell belerugnom. És igazából ő náluk a teremtésükben senki más nem része a teremtésnek, tehát másokat nem... Vagy ha nem vonnak be, vagy ha be is vonnak, akkor ők nem fontosak. Tehát nem azért teremt, tehát a teremtésben nincsen benne az, hogy mindannyiunknak nagyobb legyen. Hogy valami nagyszerűbb világ nyíljon meg, amit aztán lehet választani. És aki válaszza, válaszza, aki nem, de valami nagyobb közös dologért teremtünk. Másokat is belevonunk, vagy bele tartozónak tekintünk, vagy látunk a teremtésünkbe. És nem... nem tehát másokat is tehát, tartalmaz a együtt teremtésünk. Teremtünk, nem ők dolgoznak nekünk, vagy ők teremtenek nekünk, hanem együtt teremtünk. De, hogyha más nem csatlakozik a teremtésedhez, attól te még teremtesz. Azért, mert mások nem állnak föl, vagy nem járják végig ugyanazt az utat veled, vagy nem járnak végig az úton, végig azon az úton, amint te jársz, az elejétől a végéig, az még nem jelenti azt, hogy ennek most itt vége. Tehát mindenki, aki válaszza azt, hogy teremt veled, ez csodálatos. És hogyha azt válasszák, hogy nekik mostantól másfelé visz az útjuk, az is csodálatos.
Jaj. Bocsánat, kicsit szeles. Jaj. A csodálatos francia nyárba belecsapott egy fazi nagy hideg front, nem tudom mi ez. Olyan hideg van ma, de sőt még egy kicsit a nap, de azért olyan erős 16 fokos tavaszi valami. Na mindegy. Fodempok. Fodempok. Isten ad nekünk meleget. Na. Tehát a mi királyságunknak része az is, hogy abból a térből teremtünk, mely mindenkinek nagyobbat teremt. Nem pedig másokat kizárva, tehát másokra tekintet nélkül léve vagy lenni. De ez megint csak nem arról szól, hogy mások lennének a teremtésünk forrásai, vagy másoktól függ az, amit teremtünk, hanem épp az ellenkezője, mi teremtünk, de tudatában vagyunk annak, hogy mivel és hogyan teremtünk nagyobbat mindenkinek. Tehát nem csak magunknak teremtünk, hanem másoknak is. Tehát és ez nem személyre szólóan. Teremtesz, hogyha ebből a térből a mi királyságunkból teremtesz, akkor abban mindenki beletartozik, még te is. Tehát ki mindenki tartozhat ebbe bele, és mekkora tud lenni a teremtésed, hogyha nem csak magadnak teremted. És akkor itt sokan meg is állnak, mert azt mondják, faszt, én minek kaparjam ki azt a mogyorót már a többi majomnak is, meg igen, azt, amit akarsz kikaparni, ahonnan aztán nem kaparod ki, mert ez másnak lenne kikaparva, és ezért aztán nem. És mindenhol, ahol eldöntöttük, hogy másokért nem dolgozunk, meg kaparja ki magának, azt most elengedjük, eltörüljük, elpusztítjuk semmisé, és nem teremtetté tesszük. Right and wrong, good and bad, put and pop, all nine shorts, boys and beyond. Meg csak itt fúj, csak fúj. Tehát mi van akkor, hogyha teremtesz és nagy ívben leszarod, hogy ez most kinek lesz jó? Mert mi történik, hogyha másnak is jó? Kevesebb leszel ettől? Elvesztesz valamit a teremtésedből? Mennyi minden van itt a Földön megteremtve, amit valakik megteremtettek, és nem nézték, hogy ez most hány mindenkinek lesz jó, hanem tudták, hogy ez nagyon sok mindenkinek jó lesz, és ebből a térből teremtettek, mert tudták, hogy valami nagyobbat hoznak létre, és szívesen teremtettek ebből a térből. És mekkora energiát adott ez mindannyiuknak, akik hajlandóak voltak egy nagyobb térből teremteni, mindenki mást belefoglalva ebbe a teremtésbe. Tehát mi van, hogyha a kérésed, az, amit kérsz erre az életre, vagy erre a teremtésedre, az igen pici. Mi van, hogyha ez azért oly pici, mert nem vagy hajlandó másokat is belefoglalni? És amekkorát kérsz, akkora energia jön mellé. Ha azt választod, hogy valami globális méretűt teremtesz, hogy globálisan mindenkit belefoglalsz, kérdés megadatik, megjön hozzá az információ, és a képesség is. A te személyes potenciálod attól függ, hogy mekkorát kívánsz teremteni. Annyi adódik hozzá, amekkorát te választasz. Igen. Ha nincsenek feltételeid. A teremtés kedvéért teremteni. Azért, mert... Mert megteheted. Mert hatalmadban áll, hogy teremtsél. Hogyha úgy teremtünk, hogy jaj, én meg most megteremtem magamnak, de én nem akarom, hogy a Jancsi Pista meg a Juliska is kapjon belőle, az abból a térből van, ami a hiány. Tehát, hogy így nincs elég, és le tudják nyúlni, el tudják lopni tőled azt, amit te megteremtettél. És de mennyivel másabb, így van-e? Amikor a bőség teréből teremtesz. Igen. El tudnak-e tőled lopni bármit is? És minden, amit ezt felhozott, hajlandó vagy elengedni, eltörölni, elpusztítani, és nem teremtették tenni. Right and wrong, good and bad, put and pop, all nine shorts, boys and beyond. Igen, tehát a bőség teréből teremteni, az teljesen más energia. Hogyha nem azt nézed, hogy Úristen, nincs nekem, és azért teremtem, hogy legyen, és akarom, hogy legyen, az mit teremt? Vagy hogyha a bőség teréből teremtesz, még akkor is, ha nincsen, akkor is, hogyha bele tudsz menni ebbe a térbe a bőség teréből, hogy mi mindent tudsz akkor megteremteni? Milyen hozzájárulás lehetsz mások számára is? Igen, nagyon jó kérdés. Köszi, Andi, hogy a potenciálom ezek szerint végtelen, mint a végtelen lényem? Abszolút-e.
Nincs olyan, hogy limitált potenciál, nincs olyan, hogy csak ennyi energiám van, és akkor ez elfogy. Csak limitált nézőpontok vannak. Mi limitáljuk be, hogy mekkorát teremtünk, mert azt mondjuk, nekem ekkora is elég. Vagy azt mondjuk, elhittem róla, hogy nekem ekkora is elég. Elhitették velem, vagy egyszer csak elhittem valahol, valaki azt mondta nekem, hogy ez így van. De megmondták van, nekem, elhitették velem, lenyomták a torkomon, én meg még bólogattam is. Követem azt. Mennyi mindent tudnál teremteni, és mi mindent tudunk végrehajtani, létrehozni ebben a világban, ha azt válasszuk, hogy semmi nem tart vissza, ha azt válasszuk, hogy végtelen lényekként teremtünk, ha azt válasszuk, hogy teljesen mindegy, hogy mások mit választanak, tudatában vagyunk egy nagyobb lehetőségnek, és oda teszem magamat ehhez. Mi van, ha most van itt az idő végre, hogy felállj, mindenki felálljon, és elkezdjen teremteni? Mi van, ha a Földnek erre van most a legnagyobb szüksége? Most van itt az idő. Választod-e? Választod-e, hogy te vagy a végtelen teremtő lény, és a teremtésed is végtelen? Választod-e azt a teret, azt a végtelen teret, amiből teremteni tudsz, amiből képes vagy teremteni, amiről jól tudod, hogy létezik, amiről tudod, hogy ez az a tér, amiből már minden meg lett teremtve, és még mindig, de még mennyi minden van, amit lehet ebből teremteni? Mi van, ha ez végtelen és kifogyhatatlan energiaforrásokkal rendelkezik, amihez bármikor hozzá tudsz nyúlni? De nem csak kiválasztott emberek, hogy akkor most 10-20 ötlet. A jó Isten nekik adott hatalmat ehhez. Hanem bárki, mindenki, mindenki hozzá tud férni, hozzá tud jutni, hozzá tud csatlakozni, és ebből a térből tud teremteni. Minden. Tehát mi mindent tudunk teremteni, hogyha végre felállunk, és felismerjük, hogy végtelen lények vagyunk, és mi válasszuk meg a határainkat, és mi válasszuk meg azt is, hogy mekkora csoda vagyunk, mi válasszuk meg, hogy meddig mehetünk el, és ne tovább, vagy azt, hogy még azon is túl, határtalanul. Mi az, amit ma teremtenél, hogyha tudnád, hogy végtelen lény vagy, végtelen hozzáféréssel, és nincsenek határok, hogy bármekkorát kívánhatsz, és teremthetsz, és képes vagy végtelenül befogadni is a teremtésedet. És az univerzum a hátad mögött ott áll, és támogat ebben. Csak választanod kell. Mit választasz ilyen ma? Ilyen egyszerű. Mi van, ha tényleg csak ennyire egyszerű az egész? És minden, amit ez felhozott, hajlandó vagy eltörölni, elpusztítani semmis, és nem teremtetté tenni. Right and wrong, good and bad, potempok, online shorts, boys and beyond. Tehát akkor választásra fel! Vagy köszönjük, valami hasonló. Köszönjük, hogy velünk voltatok. És legyen csoda szép napotok, teremtsetek. Mindent, teremtsetek meg mindent, amit amire vágytok. Sziasztok! Sziasztok!